Egyik jelszava a multikulturalizmus, ez a szabadság, stb. És pont a multikulturalizmus bemutató fotókiállítást gyalázzák meg. Hargita megye tanárának elnöke nyílt levelet írt, bocsánat kérésre szólította fel az LMP-t. Borboly szerint az akció azért is fájó, mert feleleveníti a szikely emberekben a 2004. december 5-i népszavazás rossz emlékét. LMP sajnálja az esetet és megérti a fotósok felháborodását. Azt mondják, csak amiatt akartak tiltakozni, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szerint ők a fotókiállítással próbált kordont vonni a Kossuth tér elé. Sajnáljuk, hogy az akciónk félreérthetőre sikerült. Kifejezetten az Orbán kormány és politikája ellen szerettük volna tiltakozni, az Orbán kormánnyal van bajunk, nem pedig a határon túli művészekkel. Az alkotásokban nem esett kár, a képeket olyan matricákkal ragasztották le, amelyeket könnyű volt lemosni.